Kitüntették a székesfehérvári mentőállomás legjobb munkatársait. A Rescue Székesfehérvár alapítványa városunkban dolgozó mentőkért jött létre. Az a célja, hogy az egyenruhások nyugodt körülmények között végezhessék munkájukat, és a szervezet tagjai sokat is tesznek a társadalmi elismertség növeléséért. Dreskáni Sütő Ágnes 2014. szeptemberében kezdett el a mentőknél dolgozni. Az adminisztrátor sokrétű feladatot végez a szolgálatnál. Szinte minden munkatársa személyes a kapcsolata, és nap mint nap azért fáradozik, hogy az egyenruhások kéréseit HRS-ként teljesíteni tudja. A Székesfehérvári Mentő Alapítvány kuratóriuma idén úgy döntött, elismeri ezt a munkát. A szervezet az év dolgozójának választotta Dreskáni Sütő Ágnest. Abszolút nem számítottam rá, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert én nem is gondoltam volna, hogy én... Tehát nem éreztem úgy, hogy én sokat dolgozom, de mégis, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én ezt így megérdemlem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A gyakorlás módszertan és zenei képzeletfejlesztés mesterkurzusra várták a Herman László Zeneiskola növendékeit csütörtökön és pénteken. Szahó László zenetudós pszichológus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, figyelemirányítás, hatékony gyakorlási módszerek, a koncentrációs és a kifejező erő fejlesztése az elméletben és a gyakorlatban címmel tartott mesterkurzust, ami hagyományosnak cseppet sem volt mondható. A zenészek figyelmét tréningezte az oktató egy speciálisan erre kidolgozott módszertan segítségével, melynek lényegét egy sportos hasonlat segítségével magyarázta el Szahó László. Az amatőr focista ez mindig a labdát nézi. Valószínűleg az amatőr teniszhező is körülbelül mindig csak a labdát nézi. De egy Ronaldo, vagy egy igazi ilyen nagy sztár, ő megpróbálja mindig azt figyelni, hogy hova kell majd eljuttatni a labdát, és hogy a labda honnan érkezik. Folyamatosan pásztázza a környezetét, folyamatosan előre tekint, és visszafelé tekint. A zenében pont így van. A kezdők, vagy a kevésbé kifejező zenészek, azok mindig csak a következő hangig látnak el, mondhatjuk. Vagy mondjuk két hangig, három hangig, max. Egy ütemig. De egy igazán nagy zenész, az képes nagyon flexibilisen, nagyon hajlékonyan irányítani a figyelmét, miközben játszik. Ezt tanítom nekik. A Sporté volt a főszerep szombaton a Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban, ahol egyebek mellett exatlonpálya, mászófal és biciklis ügyességi pálya várta a kicsiket és nagyokat. Az első alkalommal megrendezett esemény az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ segítő Fehérvár programja keretében zajlott, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében. Az egészen extrémnek bizonyuló feladatok olykor-olykor komoly kihívást jelentettek a jelentkezőknek. Erre készültünk, hogy extrém legyen, mindenképpen ez volt a hangsúlyos. Úgy látom, hogy a gyerekek élvezik, a szülők is próbálták, az exatlonpályán kifejezetten hatalmas verseny volt így a családban, a szülő és a gyerek között, megbirkóznak vele. A velencei tó a nyári időszakban nagy népszerűségnek örvend a turisták körében, ezt pedig a Velencei Tavi Galériában július 1-ével megnyílt kiállítás is tovább fokozhatja. A kétszintes tárlaton a Magyar Alkotó Művészek Egyesülete tagjainak alkotásai tekinthetők meg egészen július 31-éig. Nem csak tematikai kikötés, de stiláris sem volt, tehát itt a hiperrealizmustól az elvont absztraktig minden látható. Igazából az a jó ebben a kiállításban, hogy a mai kortárs képzőművészetnek is egyfajta. Mondjuk azt, hogy megyei, de mivel elég színes a képzőművészeti, hogy mondjam, választék Székesfehérváron, Dunaújvárosban, vagy kisebb településeken is, tulajdonképpen ez egy akár országos keresztmetszetnek is tekinthető.